Hello, sziasztok tizedikások! Történelem óránk van. Mai napon folytatjuk a francia forradalom minden forradalomnak az ősatjának, ősanyjának az áttekintését. Összegyűjtöttem nektek néhány dolgot, amit el fogok küldeni majd a csoportokba. A csoportotokba, így mint egy zanzatévés tanórát, a francia forradalomról és Napóleonról, abban minden benne van, ami szükséges, a legfontosabb információk összegyűjtve, és egy jó animációval előadva. Aztán egy Rubikon cikket, ami az emberi és polgári jogok nyilatkozatáról szól, és hát magát az emberi és polgári jogok nyilatkozatát, ami nagyon érdekes eredménye, fejleménye volt ennek a korszaknak. Most pedig kezdjünk bele, én meg a Csillár. A francia forradalom kapcsán ma három évet fogunk áttekinteni, a 90-eset kihagyjuk, tehát tulajdonképpen három évnek az eseményeit fogjuk gyorsan megnézni, a 89, 91, 92-es éveket. 90-nel azért nem foglalkozunk jelentősen, mert a mi szempontunkból nem történt olyan nagy irányú változás, Boris, olyan nagy irányú változás, ami befolyásolná a forradalom egészének a menetét, hanem csak a fordulópontokra fogunk rákoncentrálni. Tehát 89-ben maga az alkotmányozó nemzetgyűlés jött létre. Az mi? Kérdezhetitek tőlem. Az a polgárokból és nemesekből álló csapat, aki magát a királynál erősebb pozícióba jelöli ki, fontosabb és jelentősebb hatalmi tényezőnek, és ők kezdik el csinálni az alkotmányt. Amikor elkészülnek az alkotmánnyal, akkor átnevezik magukat törvényhozó nemzetgyűlésnek. Miért? Mert a legfontosabb irat, az alkotmány, az már elkészült. Tehát onnantól kezdve nem az alap okmányt kell elkészíteni, hanem a törvényeket kell elkezdeni kidolgozni, és ebből fog majd kialakulni egy kormányzat, az úgynevezett konvent, ami ezeknek a törvényeknek a segítségével kezdi el létrehozni az új törvényes rendet. Az első nagy forradalom, tehát megnézzük, hogyan adja át a király kezéből a hatalmat egy népi irányításnak. Vágjunk is bele! Július 14 a legfontosabb dátumunk, ez a francia forradalomnak egy fő dátuma. Ennek egy olyan előzménye van, hogy az uralkodó az növelte a Párizs körüli katonáknak a számát, és az újságírók eléggé komoly szerepet játszottak benne, hogy felhergelték a francia tömeget, és a Bastille, a várbörtön volt, amelynek a rohama megtörtént július 14-én, itt láthattok erről egy képet, hogyan rohamozták meg, és képzeljétek, politikai fogék után kutattak, de csak összesen három darab ember találtak, akiből az egyik állítólag egy ilyen félbolond ember volt, a másiknak meg a félszemese volt, szóval, hogy egy ilyen, valójában nem voltak politikai foglyok, tehát a király nem csinált ilyen túlkapásokat, nem követett el nagy emberiség elleni büntetteket. Ez a július 14 ma is nemzeti ünnep, ugyanis ezt tekintjük a forradalom első napjának. Miért jelentős? Hát csak képzeljétek el, hogy megrohamozták mondjuk Budapesten a parlamentet, meg szétbombáznák a bazilikát, meg mindenféle emberek rohamoznának az utcán, mint március 15-én vagy 56-ban. Tehát ez egy ilyen utcai megmozdulás volt, egy óriási, több százezes tömegdemonstráció volt július 14-én. Nem csoda, hogy ma ez a franciáknak az egyik legnagyobb nemzeti ünnepe. Ettől a ponttól számítják a köztársaságnak a kialakulását, az első köztársaságét. Íme még egy kép a Bastille ostromáról, így az utókor szemével, azért látszik a vér, látszik a tűz és az áldozatok is. Forradalomnak voltak bizonyos szimbólumai, az egyik maga a jelszó, hogy egyenlőség, szabadság, testvériség, tehát a királysággal szemben egy ilyen népi alapú társadalomnak a létrehozása, vagyis a hatalomnak a társadalom kezébe való áthelyezése volt a fontos. Az egyik ez a francia kokárta, a forradalomnak volt az egyik fő jelképe, illetve maga a sapka, a chapeau, frígiai sapka. A magyar chapeau szó, itt van az is, hogy vive la nation, vagyis éljen a nemzet. A francia chapeau az eredetileg az ókori rabszolgáknak a fejébe nyomták, amikor felszabadultak a rabszolgák, fejükbe nyomtak egy ilyen sapkát, innen a neve, hogy frígiai sapka, és a francia forradalomban a polgárok azért hordják ezt a sapkát, mert hogy ők is felszabadítja magukat a királyi elnyomás alól. Ez a kis chapeau lesz tehát az egyik szimbólum. Honnan lehet ismerős ez a sapka? Na, valakinek eszébe jut-e? Így van, törpapa, milyen érdekes törpapa, és egy lázadó francia polgár, aki fellázad a forradalom ellen. A hubikék, törpikék belga messe, nem tudom, hogy ennek van-e valamilyen jelentősége, vagy milyen összefüggésben érdekes ez. Meddig nem oszlatja fel magát a rendi gyűlés? Ameddig nem lesz új alkotmány. Ameddig nem lesz új alkotmány. Ameddig nem lesz új alkotmány. Az sokáig tart elkészíteni, és abban az alaptörvények vannak benne. Magyarországon most is alaptörvénynek nevezik az alkotmányt, amelyek rögzítik, hogy ez egy demokrácia, minden ember egyenlő, mindenki vallásszabadságban él, mindenki sajtószabadságban él, és egyéb ilyen nagy vívmányokat. Nézzük meg, hogy milyen elvek szerint. Jaj, bocsánat, még egy pillanatra itt megállnék.
A térképet azért dobtam be nektek, hogy lássátok, hogy milyen nagy háborús helyzet alakult ki, ugyanis a környező országok nem nézték túlságosan nagy örömmel ezt a francia forradalmat, tekintve, hogy egész Európában mindenhol királyságok voltak hatalmon, akik azt látták, hogy basszus, náluk is ez lesz. Tehát egy eljövendő, lehetséges forradalomtól féltek más királyságok, és ez komoly háborús helyzeteket is eredményezett. Elsősorban megnézzétek 93-94-ben Belgiumban, Németalföldön, vagy 1799-es évekre már ugye Piemont is, Olaszország is, 97-ben már Olaszország felé is, hogy más nem mondjak, Bonaparte Napóleon fog majd kiemelkedni ebből a háborús katyvaszból, ami kialakul és elkezd létrejönni. És Franciaország szerte komoly lázadások voltak, vidéki zavargások, és még egyházi színezetet is kaptak, például a Vendée feltelés képében. Tehát minden téren, a társadalom minden szintjén, polgárok, szegény parasztok, egyházi fők, egyházi fontosságok, egyházi előkelőségek is beleszállnak ebbe a francia forradalomba, ami teljesen megrázta Európát. Itt van Párizs a korszakban. Nézzük meg az emberi és polgári jogok nyilatkozatát. Itt láthatjátok bal oldalon ennek a szép gyönyörű díszes képét, amely reprezentálja ugye a francia népet, ahogyan ugye alulra van írva, és hát ez 1789. augusztusában adták ki. Ez mi? Ez nem egy alkotmány, ez nem egy törvény, hanem ez csak egy ilyen nyilatkozat, amit kibocsátottak, alapelvek a későbbi alkotmányhoz, egyenlőség. Mindenkinek van alapvető joga a tulajdonhoz, a biztonságos és a szabadsághoz, tehát nem a királytól származtatja a hatalmat, hanem a népszuverenitás elvével a népnek adja, és a népből eredeztetheti, tehát sajtó, meggyőződés és vallási szabadság, szét kell választani a hatalmi ágakat, bírói, törvényhozó és végrehajtó hatalmi ágakra, számon kérhető tisztviselőket és törvény alatti egyenlőséget követeltek. Hát ez a mai rendszer lenne Európában. Itt születik meg a modern polgári államnak az ős eszménye, a francia forradalomban legalábbis. Ekkor lesz ennek már írásos bizonyítéka is, hogy az ember és polgári jogok nyilatkozatában. Minden ember egy csinál, amit akar, egészen addig még más embereknek kárt nem okoz. És ez az egyenlőséget deklarálta tehát a szabadságjogok meghirdetésével. Figyelem, ez nem egy alkotmány, ez még csak egy nyilatkozat. Nézzük meg belőle pár részt, és javaslom ennek az elolvasását mindenkinek. Minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik és marad, a társadalmi különbségek csak is a közösség szempontjából való hasznosságon alapulnak ki, mennyire hasznos a közösségnek, az okozhat különbséget. 2. Minden politikai társulás célja az ember természetes és elévülhetetlen jogainak megőrzése, e jogok, a szabadság, a tulajdon, a biztonság és az elnyomással szemben való ellenállás. Ez is az emberek egyenlőségét kívánta deklarálni. 3. Minden szuverenitás elve természeténél fogva a nemzetben lakozik. Sem testület, sem egyén nem gyakorolhat hatalmat, ha az nem határozottan tőle ered, vagyis egy választójogon alapuló, mindegy, hogy milyen cenzusos választójogon alapuló polgári társadalmat kívántak létrehozni az amerikai mintára. Nagy hatása volt az amerikai eseményeknek ezekre a francia forradalmi eseményekre. A szabadság annyit jelent, hogy minden ember mindent szabad, ami másnak nem árt. Ennyiben maradjunk is. Tehát törvényekkel korlátozni kell, mi az, ami árt, és ami a törvények által nem kerül korlátozásra, az szabad. Ez az ember és polgári jogok nyilatkozatának az áttekintését szeretném, hogyha ti megcsinálnátok, elküldöm a csoportba ezeket, ez lesz majd a dolgozatban, lesznek erre vonatkozó kérdések a tesztben. Nézzétek meg a pontokat, és tanulmányozzátok át. Tehát 1790-ben nem történt semmi jelentős esemény, ám folyamatosan dolgozott ez az alkotmányozó nemzetgyűlés. Mit csináltak? Az ember és polgári jogok nyilatkozata alapján elkezdték létrehozni ennek az alkotmányos alapját, hogy milyen lesz egy olyan ország, ahol ezek megvalósulnak, ezek a bizonyos fentebb, előbb felsorolt nevezett elvek. Közben a történelem azért nem állt meg. Például megszüntették a nemesi élőjogokat, országos szintre kiterjesztették az ellenállást, paraszt felkelések törtek ki vidékre, mint a térképen mutattam nektek. Tehát folyamatosan egy ilyen lázadás hullám söpört végig az országon, király szempontjában nézve lázadás. Kik voltak a szanszkülottok? Ők voltak a térdnadrág nélküliek. A térdnadrág nélküliség azt jelenti, hogy hosszú nadrágot hordtak, tehát a hosszú nadrágosság szintén egy szimbóluma lett ennek a korszaknak. Most rajtam, rövid nadrág van, úgyhogy én nem lettem volna jó szanszkülott, mert a szanszkülottok hosszú nadrágot hordtak. Jellemzően egy ilyen középosztály, alsó középosztálybeli csoport, de voltak benne csóró, szegény, proletár dokmunkásoktól kezdve, akár nem, félig meddig nemesi származású kereskedőkig, bérmunkásokig. Ők egyfajta társadalmi réteg lesz, amelyik majd komoly magját alkotja a forradalom későbbi szakaszának is.
Nézzünk még pár szereplőt, itt van például Jean-Paul Marat, akinek a nevét mindenképpen szeretném nektek mondani, hogy újságíró volt, természettudós, és hát ő azt mondta, hogy nem lesz ez így jó, hanem azt kellene csinálni, hogy a polgároknak erőszakkal, fegyverrel átvenni a hatalmat, és úgynevezett polgári diktatúrát, terrort létrehozni, és ő erről nagyon sok újságcikket írt, és azt mondta, hogy a királyságot úgy kéne eltörni, hogy jó nagy erőszakot csinálni, a királyt megölni, és vérben, fegyveres erővel fenntartani a rendet. Hát Mara nem akarta, de végül is nagyjából ez sikerült a végére. Ugyanis ezt tudni kell a francia forradalomról, hogy nem csak példa minden forradalomnak, hanem ellenpélda is. Ez a több mint 6-8 éven át tartó hullám, ebben minden volt. Volt békés demonstráció, volt felvonulás, volt királyszökés, királyvisszaszöktetés, volt fegyveres terror, volt tömegbelövetés, volt lefejezési és kivégzési hullám és terrorelnyomás, és aztán egy autokrata Napóleonnak a kiemelkedése, tehát itt minden megtörtént, ami megtörtént egy forradalomban, úgyhogy eléggé komoly időszakról van szó. Íme. A másik főszereplőnk Danton, aki kifejezetten ezt képviselte valamelyest, egy ilyen szélsőséges forradalmárizmust, Danton, de még annyira nem volt szélsőséges, mint amennyire később Robespierre lesz. Tehát ő egy nagy hangú, szenvedélyes férfi volt, elképesztő szokonoki tehetség, nagy tüdő, jó hang, és ő nagyon az újságíróknak nagyon benne volt, az újságírásnak benne volt a mélyében, ő is állandóan ilyen pamfletekkel, röpiratokkal bombázta az embereket, maga köré tudta gyűjteni a társaságot, és ő azt követelte, hogy a király Párizsba költözön. Miért? Mert korábban Versailles-ban volt, és így ellenőrizhetőbbé válik a király. Volt még egy szereplőnk, Robespierre. Most, hogyha tanóra lennénk, akkor megnéznénk egy filmrészletet, Dantont és Robespierre-t hasonlítanánk össze. Robespierre az igazi elnyomást követelte, és később a jakobinus diktatúrának lesz a vezetője, de 1789-ben még a nők követelték, hogy menjen a király Párizsba, aztán végül is ők mentek el. Érte? És Versailles-ból elvitték. Tulajdonképpen követelték, hogy menjen el maga Párizsba, ugyanis a nőknek az volt a főnök problémája, hogy a fiaikat meg egyáltalán a besorozottakat, milyen elnyomásban tartja a király. Szóval a szanszkülöttök. Itt van még egy kép a szanszkülöttökről, mint látjátok. Tehát alapvetően kik irányították az eseményeket az első években? Újságírók, újonnan létrejövő újságírók, akik forradalmárokká váltak, és röpiratokkal tüzelték a tömeget, olyan szanszkülöttök, olyan lecsúszott tömegek, vagy olyan elszegényedő rétegek, akiknek pénzszűkébe voltak, és valahogy próbáltak helytállni, de ugyanúgy részt vettek jobbító szándékú emberek, politikusok, mezőgazdasági szakemberek, nagy tőkések is, akik szerették volna Franciaországot a királyságtól megszabadítva egy polgári államá változtatni, és ez a sok csoport egymással próbálta kivívni a folytatásnak a lehetséges vezetésére. Ki fogja majd megcsinálni ezt az új országot? Hát elkészült az új alkotmány minden esetre. Az alkotmányozó nemzetgyűlés befejezte a munkáját, amely olyan alkotmányt hozott létre, amiben a királynak csak és kizárólag egy joga van, megvétózhatja a parlamentnek a törvényeit. Ezt 16. Lajosnak alá kellett volna írnia, és igencsak, sőt, nem csak alá kellett volna, alá is írta, de a nemzetközi közvélemény az igencsak felbődült emiatt, és Ausztria és Poroszország azt mondták, hogy vagy a király visszavonja ezt a nyilatkozatot, vagy pedig háborút fognak indítani. Miért? Mert attól tartottak a franciák is, meg a poroszok is, vagy bocsánat, az osztrákok, elnézést, az osztrákok és a poroszok, hogyha náluk is bevezetésre kerül ez a király elnyomó rendszer, akkor bizony ott is megszüntetik a népek a királyságot, és akkor a hatalmuknak annyi. Alapvetően a királyi rendszerek, a monarchikus rendszerek nagyon-nagyon rossz szemmel néztek tehát a francia forradalomra, és 1920-ban, amikor létrejön az első kormány, amely az újonnan friss, az a friss meleg polgári jogokon alapuló alkotmánnyal jön létre. Az első parlament, ezt nemzeti konventnek nevezik ezt a parlamentet, ezt a csoport, ezt a politikai, ezt a beválasztott csapatot, és hát azonos nézeteket való nemzeti személyeknek a tanácskozó gyűlését jelenti, azonnal meg kihirdették a háborús helyzetet velük szemben, a nagyhatalmak. És a nemzeti konventnek voltak pártjai, úgy képzeljétek el, mint ma. Tehát vannak pártok, akik egymással versenyeznek, szónoklatok vannak, mondják a tutit, hogy mit kéne csinálni, mint ma is, egy parlamentben is vannak pártok. De ilyen nem volt korábban, ez teljesen új Európában, az, hogy ilyen van, hogy parlament, hogy emberek megvitatják, nem a király mondja a tutit, ő csak megvétózhatja. Ez már elképesztően modern. Ez tényleg a francia forradalom, és ezt 2 év alatt, 3 év alatt összetákolják ezt a szisztémát,
és lesznek benne nemzeti érzelmű jobboldaliak, akik a magántulajdont védték, kevésbé támogatták a terrort, például Charlotte Corday ide tartozik, aki azért lesz érdekes, mert ő fogja megölni Marát, képzeljétek el, egy nő szúrja le a fürdőkádban a nagy uszító újságírót, vagy ott vannak a baloldaliak, akik inkább elkobozták volna a magántulajdont, így bátrabban nyúltak volna az erőszakos terrorhoz, egy Robespierre, Marat és Danton, és vannak a úgynevezett síkság vagy mocsár, akik függetlenek. Honnan kapták ezeket a hülye neveket? Hát a hegypárt onnan, hogy egy ilyen magaslaton ültek, a mocsár arról, hogy lent, a zsirondisták oldalt ültek, és hát ők a Gironde megyéről kapták a nevüket, egy francia megyéről. Még egy utolsó dolgot szeretnék megemlíteni ezen az órán, ez pedig a Jakobinus klub. A rengeteg szövődő szál között, amelyik a francia forradalomban katyvaszként keveredett, egymással egy kiemelkedő csoportról azért meg kell emlékezni, a Jakobinus klubról. Ők ilyen kluboknak a hálózata volt, találkoztak, politikai gyűléseket tartottak, és a nevüket a párizsi Szent Jakab utcáról kapták. Ők azért fognak kiemelkedni, mert ők lesznek azok, akik 93-94 után megerősödnek, és 94-től bevezetik a francia forradalom legvéresebb időszakát, az úgynevezett Jakobinus diktatúrát, amikor megdől ez az alkotmányos emberi jogokon alapuló polgári rend. Meddig jutottunk most el, és mit mondtam én el? Még egyszer megpróbálom elismételni. Tehát egy forradalmi helyzet alakult ki, megnéztük az előzményeket, előző tanórát, nézzétek meg, hogy miért. Éhínség, gazdasági hibák, eladósodás. A francia polgárság és a nemesség összefog, és azt a királyt tulajdonképpen meggyengítik. Egyszerű felkeléssel, fegyveres erővel elérik, hogy a király hatalma meggyengüljön, és létrehoznak egy olyan csapatot, egy gyűlést, akik létrehoznak egy új alkotmányt. Három szintje van a dolognak, van az emberi és polgári jogok nyilatkozata, ami egy, tulajdonképpen egy, olyan, mint egy ilyen szamárvezető, egy ilyen sorvezető, amelyik arra van, hogy tudják, hogy mit kell csinálni. Hogy hogyan kell az alkotmány, milyen elvekre kell lefektetni. Megcsinálják az alkotmányt, ez a bázis, amin de tudnak majd építkezni, amikor törvényeket kell hozni. Mert a törvényeket azt tudni kell, hogy milyen alkotmányhoz kell igazítani. Ezt már sokszor elmondtam. Az alkotmány az egy kőbevésett dolog, ami arról szól, hogy az emberek egyenlőek, arról szól, hogy pontosan hogyan működik a parlament, kinek van beleszólási joga, mibe, szétválasztják a hatalmi ágakat, külön bíróság, külön törvényhozásra, külön királyra, és a király csak vétójogot kap ebben az új alkotmányban. És hát 1792-ben létre is jön az első parlament, amit a harmadik szintként erre ráraknak, erre az alkotmányra, és mivel elfogadják ezt az alkotmányt, elfogadják ezt az alapszabályt, ezért ennek különböző külföldi elemek, a osztrákok és a poroszok háborút indítanak Franciaországgal szemben, és itt hagyjuk abba a mai nap. Tudom, hogy ez egy elég összetett téma, próbáltok meg egyszerűen tartani, én részletesebben mondtam el, mint hogy középszinten szükséges. Azt szeretném, hogy ne vesztetek el a részletekben, nézzétek meg az Önző TV vonatkozó tanóráját, amely remélem sokat fog nektek segíteni. Ha bármilyen kérdésetek van, még ne legyen, hanem várjatok egy kicsit, majd le fog tisztulni ez a téma, és a három elemét szeretném még egyszer rögzíteni. Forradalom, alkotmányozó időszak, törvényhozó időszak. 89 és 92 között ez a fontos. És a végén már háború is van. Tehát amikor bejön az, hogy nemzetközi harc is zajlik, akkor Franciaországban belpolitikai háború is van, sima harcok vannak nemzetközi szinten, és ráadásul még a király is, hát mit mondjak, nincs a helyzet magaslatán. Tehát egy nagyon ingatag helyzetben van a francia forradalom miatt Franciaország, európai legnagyobb királysága. És ez az a forradalom a minta és ellenpinta is, példa és ellenpélda, valamennyi későbbi forradalom számára. Ennyi lett volna ez a mai óra, srácok. Remélem, hogy tetszett nektek, üdvözöllek benneteket, és minden jót kívánok még egyszer nektek. Legyetek jók, sziasztok!